Egyre gyakoribb a melanóma, azaz a festéktartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása, amit akár már a tavaszi napsütés is előidézhet. A bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok 2-3%-át alkotja, a leggyakoribb daganatok listáján pedig a 8. helyen áll. Az újonnan diagnosztizált esetek száma ma már eléri az évi 3000-et. A szakemberek a megelőzés fontosságára, a rendszeres önvizsgálatra, illetve az évenkénti szűrésre hívják fel a figyelmet. Kiindulhat bőrből is a melanóma. Általában most már annyit mondanak, hogy 60-70%-ban is bőrből megjelenik egy fekete pötty, ami elkezd növögetni, észre lehet venni, ha valaki odafigyel rá. És a meglevő anyajegyekre is az, hogy változik. Tehát a változás kell, növekszik, sötétedik, viszket, kidudorodik, tehát más, mint addig volt. Észre szokták venni, aki így tud róla, hogy mit kell figyelni. A melanoma megjelenését több tényező befolyásolja, a legfontosabb a bőrtípus. A felégése hajlamos bőr ápolására nagy gondot kell fordítani. A nap és a szolárium használat olyan mértékben károsíthatja a bőr örökítőanyagát, ami az anyasejtek roncsolásához vezethet, abból pedig könnyen kialakulhat a bőrrák. Érdemes komolyan venni, fényvédőkenőcsöt óvni a naptól, nem kifeküdni a napra. Van, aki jól bekeni magát fényvédő, utána kifekszik a napra, hát ennek semmi értelme nincsen. A nap az árnyékba, fél árnyékba is rongálhatja a bőrt, és olyankor is be kell kenni. A bőrgyógyászok azt javasolják, hogy amennyiben bőrelváltozást észlelünk, célszerű segítséget kérni. A kicsi, szokatlanul hirtelen, újonnan megjelenő bőrképletek is gyanúra adhatnak okot.